Lássunk a Wolfram alfa algebra szekciójából néhány nagyon egyszerű további példát. Az első az legyen a egyszerűsítés. Ugye ezt a magyar nyelven gyöktelenítésnek szoktuk hívni, ugye a magyar matematika oktatásban, és ugye az szokott lenni a kérdés, hogy gyöktelenítse az alábbi tört nevezőjét, az 1 plusz 4 szedjük 2-t. Most szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a szintaxisban szintén szereplő négyzetgyököt a Wolfram alfa SQRT-vel jelöli, de hogyha beírjuk, akkor utána már megjelenik a szokásos gyök megoldás, vagy hát egy gyökös formula is, és akkor itt láthatjuk az ábrázolást a számegyenesen, vagy nagyon egyszerű feladat. Ról van itt szó. Ha visszalépünk a példákhoz és az algebrához és a simplificationhez és a további példákhoz, akkor egy további nagyon egyszerű példát nézhetünk arra, hogy lehet valóban egyszerűsíteni egy törtet. Hogyan lehet bemutatni ezt az egyszerűsítés műveletét a szoftver segítségével? Hát ugye itt látható, hogy a számláló az már fölbontottan magúan van. Az is látható, hogy az itt lévő kifejezések nem mindegyike irreducibilis és polinom ugyan, de az egyszerűsítéshez jó alapot szolgáltat, és ha megnézzük a nevezőt, a nevezőnek a fölbontása is hát egy következő művelet lehet, vagy szükséges művelet, illetve láthatjuk a maradékos osztás, polinomosztás segítségével, hogy néz ki a formula. Ha megnézzük a lépéseket, akkor látszik, hogy nem nagyon szeretnék nekem ezt megengedni. Itt látható a fölbontás, hogyha a törtet, hát az eredeti nevező meghagyásával fölbontjuk, és ezt ugye egy kiterjesztett formulának nevezi a Wolfram alfa. Úgy látom, hogy amikor igen, ezt a lépésenkénti megoldást nézzük, akkor láthatjuk, hogy a nevező csoportosításával kaphatunk egy szorzat alapot a nevezőben is, és a számlálóban irreducibilis polinomokra bontva a ott lévő polinomon, kaphatunk egy olyan formulát, aminek a ugye még egy nevezetes azonosságot kell alkalmazom, és meghagyunk egy olyan formulát, amelyik már mutatja, hogy hogy lehet valóságosan egyszerűsíteni a törtet, és az egyszerűsítés után milyen formulát kapunk. Látható, hogy nagyon részletesen be van írva a számolás, ami azt jelenti, hogy a diákok számára ez komoly lehetőséget nyújt egyébként tanulásra. A diákja, mint a főiskolán kezdetben idegenkedtek ettől, de ma már azt gondolom, hogy többen is használják legalább arra,
hogy ellenőrizzék a saját eredményeket.